Emlékszem, mikor én tanultam a szavakkal bánást, furcsa időket éltünk akkor. A magyar nyelv egyik-másik szava olyan csengést kapott, mint amikor egy hamis 5 forintos odapendül a pénztárasztalhoz. De épp azok a szavak, amelyek oly nagyon szerettek volna tetszünk nekem, és melyeket ifjan oly jól esett volna teletorokkal elkiabálni, épp ezek voltak kimondhatatlanok. Így látszott, mintha valamilyen illetlen zönge kísérni őket. Az emberek feszengni kezdtek, félrenéztek, másról kezdtek beszélni, ha mégis elhangzott egyik-másikuk. De most már vége ennek a beteg időnek. Már újra jelnek ezek a szavak. A nyelv ős igazsága érvényes megint. 22 felsőtagozatos diák mérettette meg magát a Szép Magyar Beszéd verseny városi fordulójában. Közöttük voltak visszatérő versenyzők, illetve olyanok is, akik most először álltak a zsűri elé. A József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Széchenyi István Tagiskola tanulóit Muraköz István köszöntötte. A polgármester hangsúlyozta, szép és nemes dolog részt venni a Kazinci nevét viselő rendezvényen. A résztvevők ezáltal anyanyelvünket ápolják. Hozzátette, a szép kiejtési versenyre igény van, hiszen egyre kevesebb emberre jellemző a magyar nyelv művelése. Muraköz István emellett a 19. századi nyelvújítás történetére, illetve hatására is kitért. Az akkori nyelvújításnak a eredményeképp tudunk ma ugyanazon a nyelven, ugyanolyan választékosan megszólalni. Viszont ez sosem egy statikus, ez sose állandó állapot, nyelv azóta is fejlődik, és ugye ti már beleszületettek a digitalizációnak a korában, és annak természetesen minden előnyével és hátrányával, és tovább egyszerűsödik a nyelv, és sokat változott, de ti most tulajdonképpen a Szép Magyar Beszédnek a versenyén vagytok. Örülök annak, hogy nektek ugyanolyan fontos, hogy olyan szépen tudjatok megszólalni ezen a tulajdonképpen az általunk legkedveltebb és talán a világ egyik legszebb nyelvén. Én remélem, hogy mindenki jól felkészült, és természetesen olyan eredményt fog elérni. Ez a versenyhez talán a legfontosabb, mint minden sportághoz, vagy minden felkészülő, a gyakorlás. Ehhez gyakorolni az olvasással lehet. Hozzon bármit a mai nap. Sose felejtsétek el, olvassatok, művelődjetek, kerüljetek egyre mélyebben a magyar nyelvnek a tudásában, és ezt adjátok át mindenkinek. A hagyományokhoz hűen a versenyzőkre 2 próbatétel várt. Egy prózai stílusban írt kötelezőt, illetve egy szabadon választott szöveget kellett felolvasniuk. Piroska Toldit kívánt a vívójául, hiszen szerelmes volt belé. Miklós azonban még nem akart házasodni, ezért egy csatlósa Tarlőrinc képében küzdött meg a lányért, s így annak nyerte meg őt. A szerelmes lány sértett büszkeségében beleegyezett, hogy Tarlőrinc felesége legyen. Toldi Miklós ekkor döbbent rá, hogy emésztő szerelmet érez Piroska iránt. A zsűri több szempont alapján értékelte a diákok felolvasását. Ügyelni kellett a megfelelő hangsúlyozásra, tempóra, hangvételre, hangképzésre és szünettartásra, valamint a szövegértésre és a szöveghűségre. Mit szólnátok egy olyan aranykaphoz, amelyen átmenve mássá lesz az ember? Igaz, hogy nem lehet egy lépéssel átmenni alatta. Sokáig, évekig tart az átmenetel. De csak az megy át igazán rajta, aki közben egészen átalakul. Ilyen aranykapu az iskola kapuja. Beléptek ide, elindultok-e kapu alatt, mint kislányok, kisfiúk, s kijöttök belőle, mint olyan fiatalok, akik az általános emberi műveltség alapismereteit elsajátítottátok, kérdéseire ráeszméltetek, a legnagyobb szellemek legfontosabb feleleteit megértettétek. A zsűritagok között Kocsis Csaba népművelő, Kogyilla Zsolt, a Berettyó Kulturális Központ média csoportjának vezetője, illetve Kapornai Andrásné szerepelt. Véleményeiket, illetve észrevételeiket a zsűri elnök mondta el. Örült a lelkem meg a szívem, mert a szabadon választott szövegek nagyon-nagyon érdekesek, szépek voltak, nagyon jól válogattatok, akár tanári segítséggel, akár saját magatok által választott szöveget olvastatok el. Nagyon szépen is mondtátok, olvastátok ezeket a szövegeket.
Aztán ugye a kötelező szöveg az föladta a leckét, mert azért arra nincs annyi idő, hogy fölkészüljünk, mint a szabadon választott szövegre, de azzal is megbirkóztatok, úgyhogy nagyon örülök, hogy részt vettetek, ügyesek voltatok, és nagyon nehéz ilyenkor dönteni, hogy első, meg második, meg harmadik helyezett ki legyen. Gratulálok mindenkinek, mert szerintem ezen a délutánon mindenki nyert. Mert sok szép szöveget hallottunk, ügyesettetek, és remélem, hogy sokáig fogjátok művelni a Szép Magyar Beszéd versenyen való részvételeiteket. A résztvevőket a február 7-i területi versenyen két korcsoportban díjazták. Az 5.-6. osztályosok között a 3. helyen Gúz Viktória, a 2. helyen Nagy Zsombor László, az 1. helyen Dúró Anna végzett. A 7.-8. osztályosok kategóriájában a 3. helyet Frank Debóra és Nagy Zsófia érdemelte ki. A 2. helyezést Bócsó Blanka Lorának ítélte a zsűri. Az 1. helyen Dúró Emma végzett, így ő képviseli majd iskoláját, illetve Berettyóújfalut Kisújszálláson, a regionális fordulóban. Egyáltalán nem számítottam rá, próbáltam mindent beleadni, hogy nagyon jól sikerüljön az utolsó általános iskolai évemben. Nem számítottam rá tényleg, és nagyon örültem, mikor meghallottam, hogy én lettem az első. Úgyhogy remélem, hogy jól fog sikerülni a következő is. Tavaly évben is voltam, és ott is szereztem tapasztalatokat. Fontos, hogy ne izguljon az ember, nyilván. Igyekeztem minél jobban arra koncentrálni, amit tanultam az iskolában is, amit mondtak nekem. A tavalyihoz képest szerintem könnyebb szöveget kaptunk, és szintén nekem kézenfekvő volt, mert nagyon tetszett a szövegnek a témája. Nem volt nehéz szerintem, egy kis odafigyelésre volt talán szükségünk, esetleg értelmezni a szöveget, a vesszőkre figyelni, de alapvetően szerintem jót választottak. Emma a kötelező mellett egy szabadon választott szöveg felolvasásával bizonyította tehetségét. Hogy miről szólt ez a prózai mű, azt ő maga mondta el. Arról szól, hogy a irodalomhoz viszonyulnak az emberek, szóval ez nagyon megtetszett, ez egy gyönyörű szöveg szerintem, és ilyen magaménak éreztem, hogy talán olyan, mint hogyha belőlem beszélnének. Hazafelé mentem, ben is olvastam, neki-neki ütődve a lámpaoszlopoknak. Elolvastam az egész költeményt. Amikor befejeztem, az a félreérthetetlen véleményem volt, más vagyok. Mintha valaki ellenállhatatlan érvek sorozatával meggyőzött volna valamiről, de olyasmiről, amire én is áhítottam. Elmondhatatlan vigasz és fölszabadultság töltött el. Cáfolhatatlan szava hihetőség azt tudotta velem, hogy érdemes jónak, egyenesnek, bátornak és önfeláldozónak lenni. Sőt, csak is annak érdemes lenni, mert azoké a világ.